Szeretettel köszöntöm a Pax Televízió nézőit. A mostani Csendes Percek sorozatban a szeretetteljes emberi kapcsolatokat téma, ezen belül a mai jóság és szelítség a harag helyett. Jézus mondta, az az én parancsolatom, hogy szeressétek egymást, ahogyan én szerettelek titeket. Hogyan kell szeretnünk másokat? Ahogyan Jézus szerette az embereket. A Jézusi szeretet elsősorban abban állt, hogyan bánt az emberekkel, és nem a Jézusnak az érzéseiről szólt. Kiket kell szeretnünk? Gyakorlatilag minden olyan embert, akivel kapcsolatban vagyunk. Pál Apostol úgy fogalmazza meg ezt a Galata levélben, hogy a test kívánságait ne gyakoroljuk, hanem helyette teremjük meg a Szentléleknek a gyümölcseit. És ez kell gyakorlatilag a szeretetei és kapcsolatok építéséhez, hogy régi rossz szokásokat levetkőzünk, helyette felöltözünk magunkra az új és jó szokásokat. Tehát a mai témánk jóság és szelítség a harag helyett. A jóság az kiválóság, egyenesség, jó akarat, és magában hordozza a kedvességet is. A szelítség az jó indulat, barátságosság, higgadság, nyugodtság. Pál írta, a Krisztus szelítségével és gyöngétségével kérlek titeket. És ezt azokhoz intézte, akiknél a korintusi gyülekezetnek, aki egy kicsit zűrös gyülekezet volt, mégis azt mondja, hogy szelítséggel és gyöngétséggel kérlek benneteket. Szintén Pál írja a a gyülekezetnek, testvéreim, ha valaki tetten is érnek valamilyen bűnben, ti, akik lelki emberek vagytok, Igazítsátok helyre az ilyet szelíd lélekkel. Jézus úrunk e, példája e, megint tökéletes erre, amikor e, egy parázna házasságtörő e, asszonyt vittek elé. Ekkor oda vezettek az írástudók és farizeusok egy asszonyt, akit házasságtörésen értek. Középre állították, és így szóltak Jézushoz. Mester, ezt az asszonyt házasságtörés közben tetten érték. Mózes azt parancsolta nekünk a törvényben, hogy kövezzük meg, az, kövezzük meg az ilyeneket, hát te mit mondasz? Ezt azért mondták, hogy próbára tegyék, és legyen mivel vádolniuk őt. Jézus pedig lehajolt, az, lehajolt és az újjával írt a földre. Amikor továbbra is faggatták, felegyenesedett, és ezt mondta nekik, aki büntelen közöttetek, az vessen rá először követ. S lehajolva tovább bírt a földre. Van ebben a történetben jogos harag? A megcsalt férnek lenne joga a haragudni, de ő nincs jelen ebben a történetben. A farizeusok és írástudók igazából nem is az asszonyra, hanem Jézusra haragudtak, és őt akarták provokálni. Jézus a házasságtörő asszonyjal szemben szelítséget és kegyelmet tanúsított, és mondhatjuk, hogy Jézus jogosan haragudhatott volna, de. De az isteni jóság és szelítség győzött. Jézus legyőzte szelítségével a saját jogos haragját, mert haragudhatott volna akár a parázna asszonyra is, mert megszegte az Isten törvényét, és haragudhatott volna az írástudókra és farizeusokra is, mert provokálták őt. De az asszony halálát provokálók elmentek, és az asszony így új esélyt kapott egy tiszta életre. Van okunk haragra? Számtalan, számtalan okunk lehet rá. Viszont, ha szabadjára engedjük a haragunkat, az mennyire építi az emberi kapcsolatainkat? Azt gondolom, hogy minden esetben csak rombolja. Lehet, hogy ha kiengedjük a haragunkat, akkor akkor belül a saját veszültségünket egy időre feloldjuk, de hosszú távon többet veszítünk, mint amit nyerünk vele. Hogyan győzhetjük le a haragunkat? Úgy, hogy igyekezzünk Jézushoz hasonlóvá válni. Kérjük a Szent Léleknek az erejét, visszatartjuk a haragunkat, és minden értelmet felülmúlva a jóságot és a szelítséget gyakoroljuk. Ez könnyen megvalósítható? Ezt senki sem állítja, de tanulható. Imádkozzunk azért, hogy a jóság és a szelítség jellemezzen bennünket a harag helyett. Köszönöm a figyelmet, legyetek áldottak, és legyetek áldássá.